Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Strategic Command World War van. Újrakezdése. Ismét megpróbáljuk a az expert nehézségű központi hatalmakat. Ezúttal Svájc lesz a választott behúzott szövetségesünk. És Szerbia után olasz, illetve a francia vonal lesz a terv. No, lássuk. Van két gyalog, két lovas, egy hálkú, meg egy ágyú. Alapvetően ide így is úgy is szállítani fogjuk az első körbe, vagy a második körben az egységeket. Ebben megegyezhetünk. Úgyhogy igazából azt hiszem ide fogjuk rakni a két gyalogot, hogy viszonylag hamar el tudjon száguldani Premizsőbe, és így esetleg megtarthassuk. A két lovas... az erre a vonalra áll föl, és akkor talán megpróbálhatjuk elcsípni Kutnót, meg Lodzt, ezt a két várost viszonylag gyorsan. Ugyan az orosz frontot nem akarom megtartani, megmenteni mindenestül, de Varsó közelébe mindenképpen el kell jutnunk, hogy a bulgáriai közeledést aktiváljuk. Velük, vele. No, nagy kérdés az ágyú. Ugye az egyik opció, hogyha elindítjuk délnek. Kell oda? Igazából nem fog ártani nis megszerzéséhez. Úgyhogy tök mindegy, hogy hol is állunk. De kell oda egy egység. No, hát meglátjuk, mire megyünk ezúttal. Továbbra is ugye megpróbáljuk az angolokat minél tovább kint tartani a háborúból. Jó. Ez jó kérdés. Luxemburg, hát inkább a déli irányba, azt hiszem. Most már be se tud lépni. Négy, három. Akkor be tud lépni, és be is tudja ásni magát. Ugye nem akarunk belépni ide a halálzónába, mert akkor extra sérüléseket kapunk, és ezt a frontot minél olcsóbban kéne megtartani. No, a lovasság ez egy érdekes kérdés, de igazából továbbra is az az orosz fronton tud hatékonyan ténykedni mentőeszközként. Hát ez igazából a fronton közvetlenül elkezdheti beásni magát. Különösebben nincs feladat velük. És egy nyilván bemegy a erődbe. Jó. Kettő, 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 és akkor ez a négy.
meg majd megy délnek. Repülő, na az egy érdekes kérdés, miután nem fogjuk használni, igazából azt is elindíthatjuk délnek. Az ágyút azért viszem le, hogy Belgrádot remélem be tudjuk venni majd menetből. Délen valami majd lesz, de nincs az általában problémás. Igazából, ha kijön, akkor azzal nekem segít. Három az egy picit több, mint szerettem volna. Megint három, hát így jártam. Jó, ha itt egy valamelyik el akar kezdeni. Annyit megteszünk, hogy délre lépünk egyet. Ha itt valaki el akar kezdeni berohanni, akkor ha tegye. Három egyet nem ütök fölöslegesen előre. Jó. Ezt elküldjük oda. Ez elindul dél felé. Na itt mi a terv? Ugye már. Az egyik opció, ahol le lehet nagyon kényelmesen vágni, az valahol itt lesz. Igazából itt, ezt a két mezőt, az ottomán bogyóval együtt, és akkor vagy átmegy az aknán, vagy benn marad, aki benn marad. Az ideális ilyen szempontból. Jó. Majdnem. Ezt meg, ha úgy érzi, hogy vadásznia kell rá valakinek, akkor jöjjön. Elfogadjuk. Remek. Azt hiszem. No, lássuk ezt a frontot. Két front megvan. Nagyjából. Ez a négy fog lemenni, ezek maradnak itt védeni. Három ágyú, három erőt, vagy erőt, HQ. Ő megy lefelé, tehát ez a csomag, ezt az ötöt kell, hatot kell leküldeni, meg esetleg még egy-két egységet. No. Hát próbálom megvédeni Lemberget legalább egy körig, hogy ne egyből feladjuk. Jó. Hát ez olyan, amilyen. Stanisló sose lesz megtartva, ezzel nem fogok tudni mit tenni. Beássa magát Tarnóba. Legalább a beásást létrehozza. Aztán majd kiderül, hogy mi a feladata, ez meg elmegy Samborra, hogy legalább az ne legyen üres.
4-3. Nem feltétlenül a legjobb eredmény. De elmegy. Oké, és akkor ezzel el is vágtuk Lodzt. Jó. Mindez úgy, hogy itt nem akarok agresszorkodni, ugye? Pont látszik, hogy nem agresszorkodunk. No. Hát azt a memmel tilszitet gyakorlatilag föl kell, hogy adjuk, azzal nem tudok mit tenni. Lassú visszavonulás, de nem sok. Itt beássuk, és akkor talán amikor berohan gumbinembe, akkor ránk rohan, annyit megkapunk. No. Te meg egyenre itt beásod magad, vagy le is elkezded, aztán majd kiderül, hogy kell ez a Allensteini védvonal. Jó, hát ti elindultok, azon nincs is mit kérdezni. Soha napos sétátokra. Na, azért az a két elvágott város, az tetszik. Azt, ha az első körbe le tudjuk csapni, azzal hozzájárultunk dolgokhoz. Azt hiszem, ottománnal akarok-e valamit? Itt igazából csak elkezdjük a beás húzsdit. Meg persze a roham sétát. Keresztül az országon. Hogy majd előbb-utóbb délre leérjünk. De az még odébb van. Akkor már azt hiszem csak a hajókat kell rendeznünk. No. Hozzuk ki a legjavát a flottánknak. Sőt, igazából mindenkit. Jó. Amíg az angolok ugye nem lépnek háborúba, addig nem kéne itt agresszorkodni a hajókkal. Ennél jobban nem mehetünk ki. A kör végén. Ha a francia jön támadni, akkor hajrá. Azzal megküzdünk. De ennyi. No, azt hiszem jól állunk. Azt hiszem jól állunk. Ugye pénz nincs. Úgyhogy egyelőre az első kör ennyi. Második körbe majd kirakjuk itt a
osztrák rombolóval, monarchiás rombolóval az első bogyót, de az még odébb van. Kiraboltunk 21 pöttyöt Luxemburgból, gazdagok vagyunk. Igen, menjen a ottomán támogatás. Szerbia ellen nyilvánvalóan még akkor is, ha ez összességben nem a legjobb dolog. Annak nem örülök, hogy ide rakta azt a hákút. Ez egy kicsit veszélyes pozícióban van, de hát így jártam. No, érkeznek a maradék erőink. Aztán persze majd kiderül, hogy mit lépked. Lesz-e szerencsém valamit, kicserél valamit, amit nem kéne itt Ivángorodba, meg a másik erődbe. Jó, hát Galícia megtarthatatlan. Ó, kényelmesen rásétált, nem rárohant. Persze, hogy nem berohant. Olyan hibát csak én követnék el. Ő mérföldekről látta, hogy itt mi a helyzet. No, se baj, menekül a pacival, de legalább akkor azzal se csinál semmi hasznosat. No. Egy értékes hákú, mondjuk egy picit egy többet, egyet vagy kettőt még lehoztam volna, akkor lehet, hogy jobban járok. Több erő lett volna itt, ami esetleg azt a hákút megütheti, az hasznos lett volna. El se foglalod a olajkutat? Nem fog zavarni, csak meglep. Flotta mozgások, hát az egyre nem izgat. Kicsit sok. Megmondom őszintén, de mondjuk annyira nem lep meg azért. Egy-egy a paciba. Azért a 2-0-át azt már nem annyira boldogan veszem. Hát nem úsztuk meg, hogy megtarthatjuk a olajkutat. Egy körig még. Az túl szerencsés lett volna. Egy lovasság fölkúszott itt a halálzónába. Ha marad, akkor szívesen levadászom. Akkor nincs ellene problémám, maradhat, nem zavar. Mindenki beássa magát. Kérdés, hogy hasznos-e neki? No, hát galíciai menekültek. Lefoglalták az ottomán hajót. Annyival hátrébb vagyunk, de cserébe gyorsabban jön az ottomán. Annak is van haszna, nem sok, de van. Minimális esély ugye van, hogy az angol inkább átadja. Ami nagyon hasznos egyébként, mert a oroszokból morált vesz. Jó, oké, az ottomán sokkal később lép játékba, 2 vagy 3 hónap. Hindenburg.
nagyon is szükséges HQ. Vissza a morál a menekültekből. És ennyi. Jó. Terv az volt, hogy egy menetbe leütjük, de mondjuk így is jó. A terv ez volt. Beássuk magunkat. Oké. Azért azt az erődöt védjük. Nem azt mondom, hogy tökéletes a helyzetünk, de lehetne sokkal-sokkal rosszabb is. És ez a varsói zóna, ez megvan, az nagyon is fincsi. No, 2-1. 2-1-et ígér mindenki. Az egy-egyes sokkal jobban hangzik, ezt nem tagadom. Oké, második kör Szerbia, vagy Belgrád, Szerbia még nincs meg, annyira nem extrém. Na, jó lett volna még egy támadó erő itt, de mindegy. Azt hiszem egy cserét megejtünk viszont, hogy mégiscsak itt a használható erő legyen a fronton. Jó. Ez a Valejo 2-2, azt elfogadom. No. Eddig nem rossz. Ugye őt levágtuk. Egyúttal. Azt nem tudom, hogy ezt megszüntettük-e. Valószínűleg nem. Oké. Itt a baj. De mondjuk kirakta azt a kritikus egységet, amit ki kellett raknia. Legfeljebb leütik, hát ez van. De a feladatát ellátta, ugye ha ide rakunk egy másikat, akkor ez teljesen elvágva. No.
Jelenleg kettőért lépünk be. Ócsóbb nem lesz. De a kettőt az teljesen frincsi. Remek. Kettőért belép, négyet üt. Ez a gond, hogy csak három lett belőle, de mondjuk nulláért. Az vállalható végösszeg. Hát ha itt ragad, akkor is megér egy hákút. Na még itt se kell ragadni, a helyes. Na, egy lovasság és egy hákú. Ez teljesen jó. És gyakorlatilag majdnem ingyen. Hát négybe került a lovasság, a hákú az ingyen volt. Jó, némi mozgásért, de az effektív. Több, mint ingyen. Az olyan ingyen, hogy azt várjuk még, hogy jöjjön ennyiért. Hát egy másodvonalat itt elkezdünk kiépíteni, csak a mérne alapon. Legalább meg lesz, ha majd valamikor ez kell. Jó. Hát a hákú lesz a drága. Na nem, mintha a gyalogok olyan ócsón utaznának. De mondjuk megvan Belgrád, úgyhogy most már nem olyan nagy tétel, most már sikerhelyzetben vagyunk. És valószínűleg meg lesz Montenegró is. Csak úgy. No. Nyugati front jó, Szerbia jó, itt elő van készítve, ha majd kiszökünk, ha az angolok már ott lesznek, de még 78%-on pihengetnek. Na itt állunk nem jól. Ez a front rendben van, hát ezen az oldalon kell még rengeteg mindent valahogy megoldanunk. Jó, hát ez ilyen, ide ennyi erő jutott. Idáig visszavonulunk, és még kellenének majd ide erők. És ami érkezik, az lassan és kevés. Lassan és kevés. Ez elég erre a frontra, hát a belgára is épp, hogy csak elég, utána a hollandra meg egyáltalán nem. De igazából ami megjön, az meg kell az olasz fronthoz, meg mindenhova. No, kutatás. Nem még van ottomán, előtte az ottománt rendezzük, és akkor azt nem felejtjük el.
Jó. Jéj, megtettük a hatalmas ottomán lépéseket. Kell egy ide. Kell kettő a Trench Warfare-be. És ezzel ez megvan. Kell egy ide. Kell egy a Trench Warfare-be. Hát igen, 20-at visszakapok. Akkor viszont nem kell ez a léghajó. Akkor az is menjen a Trench Warfare-be. Ha pont kijön, akkor megéri. 50 pénzből mit tudok használni? Lehetne venni egy páncélos mondjuk. Mi nem egy hülyeség? Vagy légvédelem? Ha, pa-pam-pam-pam. Kezdjük meg a páncélost. Már hosszú távon van egy ilyen terv is, hogy lassan, de befizetjük a páncélosokba is a zsetont majd. No. Alapvetően nem állunk rosszul. Még egy lépést megejtünk. Még egy kör belefér, azt hiszem. Jó, küldjünk zsetont az ottománnak, mert csórók vagyunk. És 200-ért vettünk 10% ottománt, nem egy jó eredmény, de ennyit tudunk tenni. Legyen. Bulgária örül, románok meg még nem. Bár valószínűleg nem tudjuk Lemberget és talán Premizsült sem megvédeni végleg, de egy darabig talán tudunk tenni valamit. További erők. Igazából ezekből fogjuk először a orosz frontot rendezni. Részben. Majd legalábbis hozzányúlunk, hozzásegítünk. Annak nagyon örülök, hogy ki tudtuk csípni a francia hákút, az általánosságban majd hosszú távon is segít minket. Az egy értékes erő, ami elveszett a francia hadseregből. Oké. Mozgass csak nyugodtan azt a 4 HP-s lovasságot. Előbb-utóbb csak le tudom valamivel végre ütni. Á, becserélte. Várható volt, de attól még jobban hangzott a 4 HP-s lovasság a fronton. Jó. Viszont azzal a lovassággal majd kell valamit kezdeni. Úgy bizony, hozzad csak az újabb erőket oda.
különösebb harcot ott nem akarok én folytatni, de ha behozza beásatlanul friss egységeket a darálóba, azt azért szívesen leütöm. Úgyhogy én támadok először rájuk, azt szívesen megütjük. Az biztosan megéri. És ugye elvágva az egység, hát egy-két-három kör, amíg nullára íródik, bár lehet, hogy nem várjuk meg, hanem a németekkel le szivárgunk kiütni Montenegrót. Egyébként is hasznos a németeké. Majd legfeljebb adunk szállítmányt a monarchiának. De a német gazdasági növekménnyel működhet. Ami bizony nem egy rossz eredmény. Beássa magát, hát legyen. További francia mobilizáció. Én látom, a tengerek nyugodtak egyenlőre. Ó, még kaptam én is egy egységet. Wuhú! Nem mintha probléma lenne, mert kell, végtelen egységszám kell. Hát majd egyszer számít, amíg az angolok nem jönnek, és most 80%, addig nem számít. 3, 4. 3-1 is belefér. 4-2, az annyira nem örülök. Annyira annak nem örülök. Hát akit lehet, azt azért húzzuk föl az elit státuszba. Jó. Na, hát egy franciát megettünk. Azt a 6-ot, 5-öt, 6-ot majd meglátjuk. Azt majd meglátjuk. Bam. Vale, jó, megvan. Vale, jó. Ezt viszont föl kéne tölteni. Remek.
Hagyhá, remek. Nem olyan rossz. Remek az egy más fogalom lenne. Remek az még egy egészen más helyzet. 3-3. Hegálba cserélni orosszal, az nem annyira baráti. De nem is olyan rossz, mint elsőre tűnik. Persze, miután kiderül, hogy nem egál, akkor már nem annyira jó. De azért leütöttünk egyet. 3-3. Hát azért a sok. 8-10-et szedtünk, de mondjuk az meghalt, amiénk meg csak sérültek. De ettől még nem jó. Ettől még nem jó. Csak nem olyan rossz. Ezt a lovasságot meg kell lenni. Mert az egészségtelen, ha az ott szabadon garázdálkodik. Remek. Mert a sérült lovasság az hadd garázdálkodjon, az önmagában nem veszélyeztet senkit. Ja, és akkor Radomot is elvileg elvágjuk. Oké. A 2-4 az olyan, hogy azt nem lehet nem használni. Arra nem mondhatom azt, hogy nem, mert ha 3-ért ütöttünk 9-et, az ennél jobb nem lesz. Na, és Radom is meg lehet, azaz egy kisebb lengyel térséget megszereztünk. Hát majd meglátjuk, hogy itt mi és hogy menekül. Hát... Jó, azt azért föltöltjük. Annyira nem rossz, mint elsőre lehetne. Sőt, eddig meglepően jó. Eddig gyanúsan jó, inkább úgy mondanám. Nem szokott ez ilyen jól állni. Várjuk a problémát. Ahol hirtelen kiderül, hogy ez így, valamit elszúrtunk, valahol elfogytunk. Mert itt készül a beütött Montenegró, Szerbia halad, 2-t leütöttünk, sőt 3-at.
gyakorlatilag ez a négy egysége maradt, és ebből egy hűtött, egy megedett, egy megerősített, vagy hogy mondjam, fogyott. Még Lemberget se vesztettük el, bár mondjuk most úgy érzem, hogy ennyi ez 5-6 plusz, amit még nem látunk, itt körülbelül még egy sor van. Ez a Kutnolodz Radon vonal, ez tetszik. Ráadásul valami hibát elkövet a két erőt üzemeltetésével, vagy Varsót megkapjuk, akkor azért az nagy falat. Varsót kéne megszerezni, mert az morál a németeknek. Azzal előnybe kerülnénk. Ezek még olyanok, amilyenek. No, hát itt a gond, hogy erre fogunk költeni, nem pedig arra, hogy... ...további... ...hogy hívják, ott szedjünk... ...kutatást... ...itt szednél a monarchia egyet, ez tiszta sor. Ottomán is elkezdi a beásást. Befizetjük a negyediket, ötödiket nem tudok befizetni. Hát akkor azt betoljuk a páncélosba, és legalább nyomóban elindul. Nem száguld a páncélos kutatás, de több nem is lehet. Még egyet tudunk utaztatni. Valahol sokkal több nem is kell. Mondjuk csak óvatosan, mert... Hát ide még kell egy vagy kettő a belga vonalra, meg... meg legalább három vagy négy a hollandhoz. Tehát... majdnem itt mindenki kéne, de ugye itt vagy négy kell ide, és az nem biztos, hogy a szerb az olyan gyorsan meg lesz, ahogy szeretnénk. Bár jól állunk. Kimondhatjuk, hogy jól állunk. No, hát ez lesz a nyitó lépésünk. Egyenlőre. Már ennyi.